Főbb híreink. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat Európában, jelentette ki Németh Szilárd. Az ország és vármegye bérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépéseként fokozatosan a buszjáratokon is bevezetik a helyjegyet. 600 jesíva tanulónak kellett tegnap megjelennie a Tel Hasomer toborzó irodában. Több mint 150 ember tartóztatott le a brit rendőrség hétvégén szerte az Egyesült Királyságban a fokozódó erőszakos események miatt. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti tévéhíradóját látják, belföldi híreink. Magyarországon tett látogatást az izraeli vallásügyi miniszter, aki felkereste az EMIK Magyar Zsidó Szövetség és a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség központjait is. A vallásos szefárdi sászpárt politikusát Oyerekman Shmuel Rabbi, a Maui titkára látta vendégül, aki Keszler Gáborral, a Maui elnökével közösen megmutatta a hitközség Kazinci utcai központját és az ott zajló felújítási munkákat, amelyek alapján a központ a régi fényében fog pompázni. A miniszter találkozott a vezető rabbival is, aki az újlipótvárosi Zsilib zsinagógában fogadta a politikust, és bemutatta a hitközséghez kötődő néhány vezetőt is. Az izraeli vallásügyi miniszter vasárnap Bodrog keresztúrra utazott, és meglátogatta a csodarabbi Reb Steiner Steyele sírját, amelynek népszerűsége az utóbbi évtizedben jelentősen megnőtt, és zarándokok, illetve turisták tízezrei látogatják a világ minden tájáról. A látogatás során a miniszter átfogó áttekintést kapott az ottani tevékenységekről és kihívásokról, és méltatta a magyar kormányt, mely fontosnak tartja a vallások szent helyeinek megőrzését. A miniszter szerint még sok olyan ország van, amely csak szavakban jeleskedik, addig Magyarországon tetteket is láthatunk. A miniszter megjegyezte, hogy különös hangsúlyt fektet az összes vallás szent helyek megőrzésére, majd hozzátette, vallásügyi miniszterként ezt kiemelten fontosnak tartom, hiszen a hit és a vallás értékei nélkül nincs jövője az emberiségnek. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat Európában, jelentette ki Németh Szilárd. A kormány háborús időkben is fenntartja a rezsicsökkentést, és sikerrel védték meg a magyar családokat Brüsszel háborúpárti és elhibázott szankciós politikájával szemben. Vagyis továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a lakossági energia, a háztartási áram és a gázára egész Európában, közölte a rezsivédelemért felelős politikus. Amíg Berlinben kilovattóránként és átlagban idén júliusban 39,29 eurócentet fizettek a háztartások az áramért, addig Budapesten 9,45 eurócentet. A gázért a stockholmiak fizetik a legtöbbet, átlagosan 32,53 eurócentet kilovattóránként, miközben Budapesten ugyanez átlagosan csupán 9,45 eurócentbe kerül. A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy két évvel ezelőtt, 2022. augusztus 1-én voltak kénytelenek új intézkedéseket bevezetni, mert erre az időszakra már az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt az egekbe szöktek az energiaárak. Az ország és vármegye bérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépéseként fokozatosan a buszjáratokon is bevezetik a távolságtól független 300 forintos egységes helyjegyet, közölte a MÁV. A közlemény szerint így könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer, ráadásul a legutóbbi frissítést követően, amikor a vasúttársaság okostelefon alkalmazásában és beépítésre került az EMMA elnevezésű egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatás. Most a MÁV applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja. Hétfőn elindult a volánjáratokra érvényes új, választható helyfoglalási rendszer is. Jelezték, hogy a helyjegy nem csak a MÁV applikációban váltható meg, hanem a jegy.mav.hu felületén, a vasúti és autóbuszos pénztárakban és a MÁV Start automatáiban is. Külföldi híreink. 600 jesíva tanulónak 18 és 23 év közöttiek, akik megkapták az első parancsot hétfőn, meg kellett jelenniük a Tel Hasomer toborzóirodában. Ultraortodox tüntetők tucatjai érkeztek a toborzóirodához, és szembeszálltak a rendőrséggel, akik torlaszokat állítottak fel a helyszínen, és három tüntetőt letartóztattak.
Az Izrael Hayom riporter nőjét vizes palackokkal dobálták meg a tüntetők, valamint lesikszézték, közölve vele, hogy nincs joga beszélni, nincs joga ott lenni, és tűnjön el. Az első szakaszban, mely hétfőn, illetve kedden történik, a jesíva hallgatóknak csak a Tel HaSomer toborzóirodába kell megjelenniük, majd később más toborzóirodákban is. A hadsereg arra számít, hogy csak körülbelül 30%-uk fog megjelenni. A helyszínen egy sor orvosi vizsgálat, pszichotechnikai vizsgálat és egy besoroló tiszttel való beszélgetés is vár rájuk. Egy föld alatti bunkert készített elő Jeruzsálemben a Sin Bet belbiztonsági szolgálat, ahol a magasrangú vezetők hosszabb ideig tartózkodhatnak egy háború idején, írta meg a Wallahi portál. A bunker képes elviselni a követ különböző ellenséges fegyverek találatait, rendelkezik parancsnoki és irányítási képességekkel, és összeköttetésben áll a Védelmi Minisztérium Tel Avivban lévő központjával, tette hozzá az Izrael hírportál. Az IDF parancsnoksága arról számolt be, hogy befejeződtek a helyi meghatározáson alapuló figyelmeztető üzenetek küldésére szolgáló új rendszer tesztelése, amely már működőképes. Az új rendszer alapja egy olyan módszer, amelyen rövid üzeneteket lehet küldeni egy meghatározott területen tartózkodó telefonhasználónak. Számos más országban is működik már hasonló rendszer. A HFP szerint a rendszer lehetővé teszi az üzenet fogadását vészhelyzetekben, például Izrael elleni rakétatámadás esetén. Az egész világot és köztük minket is növekvő aggodalommal töltenek el a közel-keleti fejlemények, írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, telefonon egyeztetett Israel Katz izraeli és Ali Bagheri Kani iráni külügyminiszterrel. A megbeszélések sajnos ismételten azt bizonyították, hogy a 24. órában vagyunk. Abban mindenki biztos lehet, hogyha a jelenlegi biztonsági válság még egy ország területére kiterjed, akkor az ott nem fog megállni, és ebben az esetben könnyen terebélyesedhet a konfliktus egy olyan regionális háborúvá, amely fenyegetést jelenthet a globális biztonság egészére, hangsúlyozta a miniszter hozzátéve. A nemzetközi közösségnek most minden erejével arra kellene koncentrálnia, hogy meg tudjuk előzni az eszkalációt. Továbbra sem ismeri el az EU a venezuelai elnökválasztás hivatalos eredményét, olvasható az EU külügyi szolgálatának közleményében. A nemzetközi választási megfigyelők jelentései egyértelműen megállapítják, hogy a július 28-ai venezuelai elnökválasztás nem felelt meg a választási integritás nemzetközi normáinak. A Venezuelai Nemzeti Választási Tanács saját kötelezettségvállalása ellenére még mindig nem tette közzé a szavazóhelyiségek hivatalos jegyzőkönyveit, így az augusztus 2-án közzétett eredmények nem ismerhetők el. A hivatalos szavazási jegyzőkönyvek teljes körű közzétételének késleltetésére tett minden kísérlet csak további kétségeket vet fel a hivatalos bejelentett eredmények hitelességét illetően. Az ellenzék által közzétett és több független szervezet által felülvizsgált választási jegyzőkönyve másolatok azt mutatják, hogy az uratai ellenzéki elnökjelöltet lett jelentős többséggel a választás győztese, közölte a külügyi szolgálat. Újabb videót közölt az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma az orosz-ukrán háborúról. A Su-34-es vadászrepülő legénysége megsemmisítette az ukrán fegyveres erők ideglenes bevetési pontjait az orosz-ukrán háborúban. Erről tett közzé bejegyzést az orosz védelmi tárca a Telegram csatornáján. A jelentés mellé videót is csatoltak, amelyen rövidesen megtekinthető a bevetés. Az ellenséges állások megsemmisítését irányítatlan FAB-500-as bombákkal hajtották végre univerzális tervező és korrekciós modullal. A videó elején egy üzenet is látható Oroszországért, írta le a pilóta. Több mint 150 ember tartóztatott le a brit rendőrség hétvégén szerte az Egyesült Királyságban a fokozódó erőszakos események miatt, ezért hétfőn összeül tanácskodni a brit kormány válságkezelő stábja. Keir Starmer kormányfő elítélte a menedékkérőknek szállást adó Rothermani Hotel elleni támadást, és megígérte, hogy a zavargásokban résztvevők a törvény teljes szigorával néznek majd szemben. A zavargások az északnyugat angliai Southportban történt késelést követően törtek ki. A késelésben meghalt 3 kislány és legalább 11 ember, köztük 8 gyerek súlyosan megsérült. A BBC értesülései szerint a válságkezelő stáb hétfői ülésének célja, hogy a kormány tájékoztatást adjon a hétvégén történt erőszakos cselekményekről,
és a várható válaszlépésekről. A tanácskozáson részt vesznek az illetékes miniszterek és a rendőrség képviselői. Lemondott hétfőn Vazet Hasina bangladesi miniszterelnök és katonai helikopterrel Indiába távozott, miközben a tüntetők Dakkában behatoltak a hivatalába, jelentették különböző helyi médiumok. Ezt megelőzően a rendőrség közölte, hogy már legalább 300 a kormány ellenes diák tüntetéseken történt összecsapások halálos áldozatainak száma, a hadsereg főparancsnoka pedig arra készült, hogy beszédet intézzen a nemzethez. Bővebb információt a brajerpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma mindenütt napos időre készülhetünk, este nyugodt csillagfényes lesz az égbolt. A hőmérséklet jellemzően 25 és 30 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!